Európát. Ennek is eljött az ideje, első világbajnokságomon versenyzőként 89-re vettem részt, és most 95-ig kellett várni arra, hogy kommentátorként is szerepelhessek így világbajnokságon 200 méterek kapcsán. Ugyanis a kajakkesztesben készülődnek az urak a 200 méterre. Előtte azonban engedjék meg, hogy elmondjam ezt a K1 érdekességet, tehát a kajakos férfiaknál az történt, hogy véletlenül a német versenyző került a döntőbe, miután megtartották a futamot, utána derült, hogy a portugálnak kellett volna ott lenni, és ezért újra rendezték a futamot. Az első futamban a harmadik a román versenyző lett, a második futamban egyébként itt a képen éppen Gyulayék négyes rajtszámmal elő, Bartfai Krisztián, hátul Gyulay Zsolt. Szóval a második futamban az első futam hatodik helyezettje lett a harmadik, a kanadai Ren Critchlow. Aztán a zsűri egy salamoni döntéssel végül is úgy rendelkezett, hogy mindkét versenyző megkapta a bronzérmet, tehát az első futamban a harmadik román Magyar Géza, és a második futamban a harmadik kanadai Ren Critchlow, és az első két hely az változatlan maradt, tehát győzött a lengyel Markievic, és második a belorusz Kalesnyik lett. Gyulay Zsolt 9. lett a kajak egyesekben, a 200 méteren. Ég benne a bizonyítási vágy, hogy bebizonyítsa, hogy ő azért a gyorsak közé tartozik. Bartfai Krisztiánnal készül erre, a képen éppen a németek favoritja. Kettes pályán Bluhm, Gutsche, ők 1000 méterre lettek, második a 500 méteren viszont kiestek nagy meglepetésre. 5 másodperc van még a rajtig, csak a rendkedvér alul a harmadik román hajó, négyesen Gyulayék, ötösen a spanyol, hatosan a bulgár, hetesen az ausztrál, nyolcasan a lengyel, és kilencesen az amerikai hajó. Gyulayék nagyon-nagyon rázendítettek rögtön az elején. Bartfai Krisztián kavalából még kopaszra is lenyiratta magát. A románok hajóját látom kilógni a mezőnyből egy kicsit, aztán ott szorosan rajtuk Gyulayék egyre inkább tűnnek ki a mezőnyből, a francia, a képen itt legközelebb látható francia hajó is nagyon jól tartja magát a kamera egy pillanatig. A románokat favorizált, ebben a pillanatban nyer, hát vagy fönn a kilencesen az amerikaiak, vagy a románok hármassal. Gyulayéknak valamilyen érmes helyezésében lehet azt hiszem bízni, de talán majd a lassításra jobban lehet látni. Talán igen, talán az amerikaiak, kérem, 9-esen legjobb idővel jutottak csak döntőbe, mármint úgy, hogy helyezés alapján nem. Tehát 9. eredménnyel, és erre megnyerik a döntőt. Megnyerik a döntőt, másodikak lettek a románok, és harmadikak Gyulayék.